Ha az irodalom, a történelem tudomány érdekel, vagy inkább a sport, és edzőként képzeled el a jövőt, netán kipróbálnád magad borászként, nálunk akkor is megtalálod a lehetőséged. Légy a hallgatónk, légy te is Eszterház is, indulj el az utadon velünk, hogy meg se állj a csillagokig. Habár mind az edukáció kiállításon, mind pedig a nyílt napon nagy érdeklődés fogadta az Eszterházi Károly Egyetemet, új népszerűsítő film készült az intézményről. Ennek bemutatása után pedig együttműködő partnereinek sorát bővítette az egyetem. Az EGRI Szociális Szolgáltató Intézménnyel kötött együttműködés célja a hallgatók társadalmi problémák iránti érzékenyítése. Többek között ezért is indították útjára az Ability Cafét, és ezért szervezték meg a lélekmelegítő napokat is decemberben. Úgy gondolom, hogy vannak még lehetőségek ebben az együttműködésben, hogy egy szociális intézmény és egy oktatással foglalkozó színvonalas egyetem együttműködve hogyan tudna segíteni nem is gyakorlatilag ezeken a rászorulókon vagy a rászorultsággal élőkön, hanem inkább azon a hozzáálláson, azon a bánásmódon, azon a társadalmi szemléletmódon, amin úgy gondolom, hogy folyamatosan dolgozunk kell és folyamatosan javítanunk kell. A megállapodásnak köszönhetően a gyógypedagógia szakos hallgatóknak gyakorlati helyet is biztosít majd az értelmi fogyatékosok nappali ellátóközpontja. Az elmúlt években egyre többen választották a szőlészborász képzést, ezért igyekeznek erre a területre is nagy hangsúlyt fektetni. Az egyik ilyen nagy vágyálom volt, hogy a hegyalja, a bükkalja, mátralja, tengely együtt mozogjon, mint egy közös borvidék, egy közös filozófia, úgyhogy mindenki megtartja az egyéniségét, a borainak a egyediségét, de mégis oktatásban, kutatásban, segítésben egy együttműködés jön létre. Ez a mai hegyközségi aláírás egy fantasztikus pillanat volt számomra is, meg az egyetem számára is. Az egyes borvidékek hegyközségi tanácsaival való együttműködés segíti a hallgatók gyakorlatainak teljesítését, valamint a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést is.